de emberelőnyit kihasználva egyre aktívabb a Puskás Akadémia. Szakály Dénes, nagyszerű összjáték, és ott a gól! A bajnokság korábbi szakaszában Szakály Dénes egy gólt szerzett, ezen a mérkőzésen viszont kettőt. És a 83. percben kialakul a végeredmény. A Puskás Akadémia hosszú sorozatot zár le, hiszen győz a KTF Önix Mekánó otthonában 2-1-re.